2015-ben az Újfehértón élők többször is kaphattak támogatásokat az önkormányzattól, ezzel a rászoruló gyermekes családoknak és a 65 év felettieknek nyújtottak segítséget, összesen több mint 30 millió forintot fordított ezekre a kiadásokra a város. Amikor elfogadtuk a 2015 évi költségvetést, akkor döntött a képviselőtestület a rendszeres, illetve rendkívüli települési támogatásoknak a bevezetéséről. Évközben pályázati lehetőségünk volt többletforrás igénylésére, és amikor ez a többletforrást megkaptuk, úgy döntött a képviselőtestület, hogy a beiskolázáshoz a Újfehértón állandó lakcímmel vagy tartózkodási címmel rendelkező gyerekeknek 0-tól 18 éves korig egyszeri támogatást nyújt. Ennek a összege azok számára, akik nem kapják a rendszeres gyermeknevelési támogatást, 6000 forint volt. Azok, akiknek jár a rendszeres gyermeknevelési támogatás, az Erzsébet utalványos kiegészítés mellett 4000 forintot kaptak a többletforrásból. Egy újabb körben, novemberben ismét iskoláztatási támogatást tudtak nyújtani az újfehértói lakosoknak, ekkor már a gyermeknevelési támogatásban részesülők 3500 forintot, míg a kedvezményben nem részesülők újabb 6000 forintot kaptak. Az első kifizetés több mint 1800 gyereket érintett, összesen 9,5 millió forint értékben, míg a második ütemben már 1900 gyereknek tudtak segíteni közel 10 millió forintból. A gyermekes családokon túl az idősek lakhatásához kapcsolódó támogatására is költ az önkormányzat az év végén. Úgy gondolom, hogy ez rendkívül fontos abból a szempontból, hogy itt a karácsonyi ünnepek környékén azért pici könnyebbséget tudjunk bevinni ezeknek a családoknak az életébe. A 65 év felettiek egy egyszeri segítséget kapnak az önkormányzattól decemberben, ez az összeg háztartásonként 11 000 forint, aminek a keretösszege mintegy 12 millió forint.